és kipróbálni minden érzés. Szárny kéne szárnyak nélkül álmodozni, álmok nélkül menni kéne ringatózni, hóba egyként szállingózni, menni kéne megéhezni, érző lábbal megérkezni. Az életérzés az maga szerintem a szabadságnak a keresése, vagy az a léttelen boldogság, ami el is hangzik egyébként a darabban. Ez egyfajta menekülés is, meg az, hogy a kötöttségeknek a ledobása, amit igazából mi is keresünk, mint fiatalok. Aztán ez kiderül, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, mennyire szeretne az ember mégis kötődni, vagy nem kötődni. Ennyi igazából. Ezek szerintem olyan dalok, amik így benne vannak a fülünkbe, kezdve a nagymamámtól, és a mai fiatalok is éneklik, és aztán volt olyan, amikor meghallottuk a rádióba, és mondták a kishúgom például, hogy jé, ez ebbe van, Kata, ebbe az előadásba, szóval, hogy abszolút ilyen aktuálisak most is, vagy olyan slágerek, amik így örökérvényűek, vagy örökzöldek. Csodálatos, egyébként annyira felemelő így tényleg egy közösségbe is lenni, főleg, hogy maga az előadásnak a koncepciója is abszolút egy ilyen egy közösségben való létezés, és a nézőkkel való interakció is részese az előadásnak, ami egy ilyen pandémia után szerintem abszolút felemelő, és nagyon boldog. Valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Ez egy olyan örökérvényű történet, amit szerintem nem hagyhatunk ki, pláne hogyha színházzal foglalkozunk, fiatalok vagyunk, és meg akarjuk mutatni azt, amiben élünk, tehát hogy mi is keressük Esztert, keressük a boldogságot, keressük ezt a szabadságot, és mikor játsszuk el, hogyha nem most, meg nem 20 évesen, és nem 18 évesen, vagy 19 évesen, és egy örök klasszikus, amit a színházban láttunk sokszor mindannyian, és arra gondoltuk, hogy ezt vegyük elő, és nézzük meg, hogy most mit mond ez nekünk, mit mond ez a nézőknek 2021-ben. Együtt dolgozni csapatban ez nagyon nehéz, és főleg akkor, hogyha ennyi helyről vagyunk, tehát vagyunk Debrecenből, Nyíregyházáról, Budapestről, Székesfehérvárról, és sok külön igény van mindenkiben, ami nagyon nehezen találkozik egy próba alatt, és ez volt kihívás, hogy mindannyian egy dologról beszéljünk, tehát mindannyian egy koncepciót találjunk ki, ami mindenkit érdekel, meg ami mindenkit megszólít, mármint szereplőket, és azt tudjuk átadni a közönségnek, mert hogyha ez is így szétfolyik, akkor az nem lesz egységes, és nem fogjuk tudni megosztani a nézőkkel ezt a csodálatos történetet, ha mi nem vagyunk egyek. Úgyhogy így egyik kellett válni, és ez egy kicsit hosszabb folyamat volt. Rendhagyó körnézőtér lesz, és az egész előadásnak lesz egy ilyen szertartás feelingje, amivel nem illusztrálunk, hanem bevonjuk a nézőket, és meginvitáljuk őket egy közös megidézésre, ahol megidézzük azokat a démonokat, vagy azokat a jó szellemeket, amik akkor Woodstockban történtek.